Köszöntöm nézőinket itt a Körkép Extrában. A koronavírus még velünk van, és sajnos úgy néz ki, hogy sokáig még velünk is lesz. A legkiszolgáltatottabb és legveszélyeztetettebb helyzetben az idősek vannak, rájuk különösképpen is figyelnünk kell, és tőlük is azt kérjük, hogy vigyázzanak magukra. Újpesten több tucatnyian vannak az idősek közül is otthon, vannak akik hatósági karanténban, illetve a 10 000 számra rúgó 65 évnél feletti lakosságnak a jelentős része betartja azokat az intézkedéseket, amelyeket most a hatóságok is várnak tőlük. Újpesten megjelentek azok a plakátok is, amelyek az otthonmaradásra buzdítanak mindenkit. De mit tegyen az, aki egyedül él, akinek problémát jelent a mindennapi fogyasztási cikkek, elsősorban az élelmiszer és a gyógyszer, illetve a tisztálkodószerek és a tisztítószerek beszerzése. Újpest operatív törzse már korábban összeült ez ügyben, és kidolgoztak egy cselekvési tervet, amelynek a lényege, hogy az önkormányzatnak a Vagyonőr Kft-je, illetve a polgárőrség továbbá önkéntesek is segítenek az otthonra kényszerült idős, sokszor egyedülálló emberek ellátásában. Itt van velünk a telefonban Baranyi József, az újpesti Vagyonőr Kft-nek az ügyvezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Milyen tapasztalatokról tudnak beszámolni? Mondjuk az elmúlt hét az már nagyjából lezárult, sőt, hát teljesen lezárult, arról van egyfajta tapasztalat, elkezdődött egy újabb, és a számok szerint egyébként pedig a megbetegedések száma az növekszik. Milyen igényekkel fordulnak önökhöz, és mennyien? Igen, mint ahogy az elmúlt héten is ezt már több helyen hangsúlyoztam, hogy a telefon használóknak a száma exponenciálisan növekszik, ez sajnálatos módon beigazolódni látszik, amíg az elmúlt hét péntekén összesen 80 darab hívást fogadott a központunk, a mai napon délig már 37 hívás történt, tehát ebből látszik, hogy az igények rettenetes módon megnőttek. Tehát bocsánat, csak hogy össze tudjuk mérni, tehát fele annyian már keresték önöket most egy fél nap alatt, mint ahányan a múlt héten folyamatosan. Mint az előző elmúlt héten összesen. Úgyhogy valószínűleg ez a szám is meg fog növekedni. Éppen ezért kidolgoztunk mi is egy olyan programot, hogy a Vagyonőr Kft. Most már kizárólag, vagy legalábbis lehetőleg, inkább így mondom, hogy lehetőleg, csak a karanténban levő személyeknek a ellátásával foglalkozik, és az önkormányzat egyéb szociális intézményei pedig a vásárlásokban segítkeznek. Természetesen a diszpécser központ az még nálunk van, és a kollégánk, hát azt kell mondjam, 2-3 perces időközönként fogadnak újabb hívásokat, és egy számítógépes program, illetve számítógépes webhely segítségével szétosztják az igényeket. És hát kiegészíteném még, amit ön mondott az előbb, azzal, hogy hát nem csak élelmiszerekről van szó, nem csak gyógyszerről van szó, hanem hát sajnálatos lelkisegélyben való segítség, illetve hát az élet egyéb területén is, például számítógép megjavítás, és egyéb olyan dolgok, amikre nem is számítottunk. Hát az időseknek erre is szükségük van. Amikor az imént karantént emlegetett, akkor ott nem csak idősekről van szó, hanem akár fiatalabb vagy középkorú generációról is szó van, és nem mindenki csak egyedül van abban a lakásban, hanem többen is élnek együtt. Ők milyen speciális, hogyha van egyáltalán ilyen, milyen speciális gondoskodásra szorulnak? Igazán azt kell mondjam, hogy hát hogyha most lehet így mondanom, egyelőre velük van a legkevesebb gond, és ezt valóban idézőjelbe teszem a gond, nem arra értem, hogy hanem a gondoskodásban velük van a legkevesebb munka. Általában azt kell mondjam, hogy rászorítkozunk az élelmiszerre, illetve a gyógyszerre egyelőre velük kapcsolatban kizárólag ilyen igény merült fel. Nyilván a családnak és nyilván a teljes lakóközösségnek, de hát ezzel probléma még nem volt. A mai napon egyébként 2 darab ilyen vásárlás történt, már délig. Az imént említett, és ez megütötte a fülemet, meg talán egy kicsit szíven is ütött, hogyha szabad ilyen személyes megjegyzést tennem, hogy embereknek, főleg egyedülálló időseknek lelkisegélyre is szükségük van. Most önök Igen. nyilvánvalóan ennek nem szakemberei, de nem is föltétlen biztos, hogy szakembernek kell lenni, hiszen ami a legjobban hiányzik talán mindannyiunk életéből, tejhez, kenyérhez hozzá lehet jutni, de az, ami az embert sok tekintetben emberré teszi, az, hogy egymásra odafigyelő közösségben él. Ezek az idősek, amikor fölhívják önöket, akkor gondolom nem csak annyit közölnek, hogy tejre meg kenyérre van szükségük. Hogyan tudják ezeket az eseteket kezelni, és önök is lelkileg hogy vannak erre felkészülve? Közel nem erről van szó. Nagyon-nagyon sok beszélgetést végighallgattam a kollégáimmal, vagy a kollégáim által folytatott beszélgetéseknek egy jelentős részét végighallgattam,
és közel nem arról van szó, hogy ezek az idősek is rászorultak, tejet és kenyeret akarnak venni, hanem egyszerűen csak érdeklődnek, elmondják, hogy hol lehet a gyógyszereket megvenni, elmondják, hogy melyik kórházban voltak, kezelték őket, és azt gondolom, hogy a kollégáim igen komoly beszélgetéseket folytatnak. Egyébként megkegyezem, hát gyakorlatilag a semmiről, mert nem a vírusról van szó, de mégiscsak ezért ezek az embereknek hiányzik ez az emberi szó, és azt gondolom, hogy talán a jövőben, és én határozottan azt gondolom, hogy így lesz, erre is készülnünk kell. Pont a mai napon is beszélgetéseket véghallgatva gondoltam már arra, hogy meg kell erősítenünk az ügyeletünket még egy fővel, aki talán ezzel a közeggel is tud foglalkozni egy kicsit jobban, egy kicsit behatóbban. Munkatársal, illetve eszközzel mennyire vannak ellátva? És az eszköz alatt nem föltétlen csak a gépjárműre gondolok, amivel elmennek bevásárolni, hanem például védőfelszerelésük van-e? Hát ez egy furcsa dolog, de én nem akarok titkot elárulni, és még csak nem is akarok panaszkodni sem, de azért tudni kell, hogy az interpersonális kapcsolatok működnek ezen a téren, és amennyiben van az embernek olyan kapcsolata, összekötetése, akkor tud szerezni nagyon-nagyon korlátozott mennyiségben szájmaszkot, kesztyűt, esetleg fertőtlenítőszert, de azt kell mondjam, hogyha ez nem lenne, akkor hát nagyon-nagyon kevés dolgot tudnánk egyébként máshonnan beszerezni. Tehát azt mondom, hogy minimális szinten megvan mindenünk, az alapvető védelmet azt tudjuk biztosítani a kollégáinknak, de ha már ez tömegessé válna, akkor igencsak nehéz helyzetben lennénk, vagy hát talán leszünk is, hogyha ez be fog következni. Hányan dolgoznak most? Jelenleg nincs probléma. Igen? Hányan dolgoznak most ezen a területen? Jelen pillanatban ketten foglalkoznak kizárólag ezzel a dologgal. Egy kollégám, aki járőr, és a szabad idejében ott ül a telefon mellett, és amikor vásárolni kellett, akkor ő ment el és vásárolt. Abban a pillanatban, mihelyt ez szükségessé fog válni, akkor bekapcsolódnak mégis. Hadd említsem már meg, hogy az önkormányzati rendészek még benne vannak ebbe a dologban, tehát nálunk ők a második lépcső, akit fogunk mozgósítani. Volt már rá precedens, és biztos vagyok benne, hogy lesz is. És a harmadik kör lesz majd az polgárőrök és az önkéntesek. Remélhetőleg ez sosem fog bekövetkezni, de hát nincsenek illúzióink. Hogyan zajlik egy ilyen bevásárlásnak a menete? Először például a bevásárlásnak a nagyjáboli ellenértékéért elmennek az ezt igénylőhöz, és utána nem. Elszámolnak vele, vagy először bevásárolnak, és utána a számla ellenében intézik el az anyagiakat? Nem, nem. Vagy pontosabban a második az igaz. Egyszer találkozunk a karanténban lévővel, nyilván minimalizálni kell a találkozások számát, nem azért, hanem mert azért az idő is, és gyakorlatilag azért a kontaktok számát is le kell csökkenteni. Ez úgy történik jelen pillanatban, hogy elkülönítettünk egy bizonyos pénzösszeget, és már a telefonbeszélgetés során letisztázzuk, hogy mire van szüksége, és hogy körülbelül mennyibe fog ez kerülni, és azt is, hogy milyen pénz, tehát milyen színletű pénzzel fog fizetni. Most mi a saját pénzkeretünkből kivesszük ezt a pénzt, elmegy a kollégánk, bevásárol, majd egy légmentes zsákban eltesz mindent, a visszajárót, a nyugtát, és azt belehelyezi a táskában, leteszi, és azt a pénzt mi megkapjuk a karanténban lévőtől, ugyanazt a pénzösszeget, amit mi befordítottunk, és lezárjuk légmentesen, lepecsételjük, ráírjuk, hogy mikori, és eltesszük, hát most az én döntésem alapján egy hetes idézőjelben karanténba tesszük a pénzt, és egy hét múlva hozzá fogunk nyúlni, és újra beforgatjuk. Tehát körülbelül így zajlik. Természetesen a kollégáim ilyenkor beöltöznek, ha nem is minden esetben védőruhában, de a szájmaszk és a kesztyű mindig rajtuk van, és utána pedig fertőtlenítenek magukat, a ruházatukat, illetve amihez esetleg hozzáérhetett bárki. Hány óra hosszás az a szolgálat, amit naponta ellátnak? Hát mi 24 órában vagyunk, úgyhogy, és ezt hozzá kell tenni, hogy nem ez a fő profilunk, tehát nekünk mellette még azért az alapfeladatokat el kell látni, ugye őrizni kell, járőrözni kell, és kivonulásokat kell szerni, kivonulásokat kell végrehajtani azokra az objektumokba, ahol távfelügyelet van, tehát azért emellett folyik ez a munka. Baranyi Józsefnek, az Újpesti Vagyonőr Kft. Ügyvezetének köszönöm szépen, kitartást önöknek, vigyázzanak magukra, viszonthallásra. Köszönjük szépen, viszonthallásra.
Köszönöm, és itt van velünk a vonalban Hafner Sándor, az Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke is, mert ahogy hallhatták is, illetve múlt héten is beszámoltunk róla, a védekezés, illetve az emberek megvédésének következő vonalában a polgárőrök is ott állnak itt Újpesten. Köszöntöm Hafner Sándort, jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Mik az önök tapasztalatai, milyen esetek azok, amikor az önök segítségre szükség van? Alapvetően mi az önkormányzat szociális osztályáról kapjuk a címeket, megkereséseket, és az időskoroknak segítünk a bevásárlásba, gyógyszerbeszerzésbe. Onnan kapjuk meg az adatlapokat, és onnan megyünk ki, és segítünk a lakóknak, illetve az időseknek. Illetve, hogyha néhány jó szót várnak, akkor természetesen, mert a magányos be vannak zárva, ki vannak szigetelve, tehát egy-két jó szó is mindig jól esik nekik. Ezeket az adatokat, lakcímadatokat, illetve személyadatokat, amikor már egy idősét megkapták, akkor a továbbiakban ez már szinte automatizmus, közvetlenül kereshetik önöket, vagy továbbra is az önkormányzati szociális ellátórendszeren érik el önöket? Természetesen továbbra is az önkormányzat szociális rendszerét, mert látni kell az önkormányzatnak is pont az, hogy mekkora az igény, és folyamatosan mi nekünk is a feladatainkat, önkéntesen végezzük feladatainkat, próbálunk minden nap, ma is két autónk van kint a területen is járja az időseket, de nem mindig tudunk folyamatosan létszámot is adni esetleg. A polgármester is volt bent itt nálunk többször a stúdióban, Déri Tibor, az elmúlt hét folyamán is, és ő is beszélt arról, hogy az otthon lévőknek, akár a hatósági vagy önkéntes karanténban lévőknek, illetve az időseknek a segítésére föláll egy rendszer, és ez most már működik is itt Újpesten, amelynek az első vonala, hogyha úgy tetszik, akkor a Vagyonőr Kft., ugye az önkormányzati Vagyonőr Kft., a második vonal a polgárőrség, ketten vannak ilyenek önök egyesületként itt Újpesten, illetve a harmadik körben jöhetnek az önkéntesek is, de hát itt azért van átfedés, mert hogy a polgárőrök eleve önkéntesek. Jelentkeznek önökhöz az utóbbi időben többen azért, hogy segítsenek embertársaiknak? Még ilyen jelentkezés nem történt. Éppen ma kívánunk az oldalunkhoz egy felhívást közzé tenni, hogy várjuk a tagjaink közé is, akár mint polgárőrök is a jelentkezéseket, illetve önkénteseket is, akikkel tudunk együtt dolgozni, majd ha a feladat úgy kívánja meg. Hány emberrel tudnak a napi szolgálatban részt venni, és hány embert érnek el? Hát a mai nap folyamán gyakorlatilag 6 ember van tőlünk szolgálatban. Eddig a pénteken volt a legtöbb címünk, ahol menni kellett, az 7 időshöz kellett menni, 7 címre kellett kimenni. Ma a kollégák nem tudom, hogy mennyinél tartanak. 2 autóval járunk, szerintem a biztos, hogy 10 cím fölött leszünk a mai nap folyamán. 10-15 címre számítok ilyen személy szerint. A miniszterelnök korábbi megszólalásai, az operatív törzs folyamatos megszólalásai, újságcikkeknek a tömkelege, szakértőknek a megszólalásai, azok mind kiemelik azt, hogy az idősekre különösen veszélyes ez a fertőzés, és az időseknek különösen ajánlott, hogy otthon maradjanak. Egyrészt talán nekik sok szempontból a legnehezebb a szokásaikon változtatni, másrészt, amit ön is említett, illetve Baranyi József is, a Vagyonőr Kft.-nek az ügyvezetője, sokan magányosak. Mennyire fegyelmezettek az idősek, mennyire könnyű velük megértetni azt, hogy itt most egy olyan helyzetről van szó, amely néhány hét mértékletesség és fegyelmezettség mellett sokkal többet adhat nekik a jövőre nézve. Egyre a helyzet, ahogy egyre több a fertőzött, egyre jobban érzékelik az idősek is, hogy igenis be kell ezt tartani. Azért láttuk az elején, az első egy-két napban, azért nagyon sokan voltak, sokkal kevesebb volt egyébként a megkeresés is, és ahogy nő a fertőzöttek száma, egyre inkább érződik az, hogy az idősek is komolyan veszik. Hozzáteszem, hogy mi is gyakorlatilag minden egyes címre, védőfelszerelésbe, maszkba, kesztyűbe megyünk, pont abból kifolyólag, hogy véletlenül is, amikor megyünk, ne fertőzzük az időseket. Tehát próbálunk mi is erre odafigyelni, hogy megfelelő védőfelszerelésbe is keresünk fel őket. Amikor arról beszélt, hogy a lelkükkel is beszélgetni kell, tudnak erre időt szakítani? Muszáj. Tehát ha csak pár szót is, tehát egy 5-10 percet, de muszáj gyakorlatilag. Tehát nem lehet otthagyni valakit csak úgy, hogy akkor jöttem sokan is, mert itt se vagyok, mert igénylik a szót. Sokkal inkább az ilyen pár szóval szerintem sokkal inkább otthon lehet tartani az időseket, hogy tudják, hogy van kihez szólni. Ez a legnagyobb probléma magány, ami rájuk van gyakorlatilag, tehát amire ők vannak.
lakóközösségek, szomszédok, és most itt nem csak az idősekről, hanem az önkéntes vagy akár hatósági karanténban lévőkről is szó van. Tehát a lakóközösségek és a szomszédok, azok mennyire tudnak segíteni? Önöknek kell-e velük együtt működniük? Van-e információ áramlás? Én azt láttam, hogy nekem azért az alapszakmámból adódóan a lakóközösségekkel is sokkal kapcsolatban vagyok. Folyamatosan és keresik egymást egy-egy lépcsőházban, udvarban lakók. Tehát ez nagy segítség nekünk is. Tehát ezek azok az önkéntesek, meg ez az a háló, ami az önkormányzatnál nem csapódik le, de rengeteg ilyen megkeresés van. A szomszédok egymást keresik, lépcsőházokban kifüggesztve rengeteg papír, valakinek szüksége van rá, csöngessen be, és lemegyek, és bevásárolok, ne tessék be menni. Tehát kutyasétáltatástól kezdve bevásárlásig láttam a minden ilyen kiragasztás lépcsőházakba. Hafner Sándor, egyre több munkájuk lesz, most nagyon úgy néz ki, vigyázzanak egymásra, meg azoknak, akiknek segítettek, a nevében is köszönöm a munkájukat. Viszonthallásra! Viszonthallásra, köszönöm! Önöknek, kedves nézőink, pedig köszönjük szépen a figyelmet, és nem tudunk más mondani önöknek sem, vigyázzanak egymásra, és saját magukra, amennyire csak lehetséges. Viszontlátásra!